A kapitány címmel megjelenik magyarul a könyv a traktorról. Az interlegendás csapatkapitánya nyáron lesz 41 éves, de továbbra is elnyűhetetlen a 145-szörös argentin válogatott szélső hátvéd, védekező középpályás Milánó kék fekete felének istene, a BL történetének legidősebb gólszerzője, vigyázott otti még jön vissza aki 20 éve futbolozik az internacionális színeiben, karrierjében már ezer meccsen is túl, egyetlen piros lappal Nos, a róla szóló kötetim már nálunk is olvasható. A főhősről beszélgetünk az Inter Klub Ungeria elnökével, Séra Attilával, Javier Zanetti-ről beszélünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok. És ez a könyv, amit most magyarítottatok és elhoztok Magyarországra, ugye ezt egy Princetonon is tanító újságíró szerezte. Igazából mi a műfaj? Először ezt tisztázunk. Nevezhető -e klasszikus gyakorlatilag, igen, nevezhető klasszikus életrajza. Ugye ezenett is sajnálatos módon megsérült a Lerma elleni és akkor sem is ideje lett arra, hogy megírja ezt a könyvet, úgyhogy igen, ez egy klasszikus életrajz. Hogyan jutottatok ti a magyarításhoz, a magyarításig? Az Interclub Ungeriánk az egyik tagja könyvkiadással foglalkozik, és így amint ö, megjelent Olaszul a könyv, és ö, megtudtuk, hogy ez létezik, akkor a jogokat egyből megpróbáltuk megszerezni. Szerencsére sikerült, és utána neki fogtunk a fordításnak és kiadásnak. Uh -huh. Tehát az azt jelenti, hogy akkor így néz ki egy, egy igazán aktív, és a, a klub hagyományait figyelő és ápoló külhoni csoport igaz? Abszolút, tehát ez abszolút a klubunknak a munkája, tehát tényleg a, a jogoktól a, a tervik, tehát megpályáztattuk a interszurkolókat, és közel 50 terv érkezett, és abból lett kiválasztva végül, ami a, a kőnek a borítója lett, tehát ez nem az eredetinek a a, hanem magyar. Ez, hanem egy, ez magyar verzió. egy magyar verzió. Hát akkor az, ráadásul azt lehet mondani, hogy nagyon aktív a közösség. Ilyen utazó és aktív Inter szurkolóból, ultrából mennyi van Magyarországon? 2006 óta létezik az Egyesületünk. 100 és 50 fő között mozog, attól függően, hogy az Inter hogy, hogy szerepel? szerepel. Amint mondtad, hogy idén most nincsen egy fényes szezonunk, most az 50 -es... Bocsánat a szurkálódásért. <laughs> semmi van. Most az 50-es létszámot ütjük meg, de amikor például ugye a bl nyertünk 2010-ben, akkor 100 fő körül volt a létszám. Nem tudom, Attila, van-e valami felmérésetek, hogy a, 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 hazánkban lévő külföldi nagyklubok körüli szurkolótáborok, és most nem csak az aktív utazók, hanem általában a szurkolótáborok nagyságában, hogy hanyadik lehet az Inter? Én azt gondolom, hogy azért tartjuk a kapcsolatot a többiekkel, van sajnos erre tapasztalat, én azt gondolom, hogy a, a Milán Juventus Róma szurkolók biztos, hogy többen vannak. Azután következhet uh -huh, valahol uh -huh. a, az inter. Hát akkor térjünk főhősünkre. Ugye ő az örök ö, nagybetűs kapitány. Ö, szerinted melyik a legfontosabb szavak a vérzelettére? Hát az ember. Tehát ö, ő a nagybetűs ember, én azt gondolom, bármere járok Olaszországba, vagy Milánóban is, ö, bármilyen futballszurkolóról beszélünk, Javier Zanett előtt mindenki meghajol, és azt mondja, hogy igen, egy olyan, olyan, ember a pályán, aki az olasz kötetnek ez is volt a címe egyébként, tehát a könyv címe sem teljesen lett lefordítva, hogy emberként a pályán, tehát ő egy nagybetűs ember. Mondhatjuk azt, hogy ő lehet a, a nagybetű sportembernek a, egyfajta legnemesebb megtestesítője? Abszolút, tehát úgy gondolom, hogy egy olyan példakép, aki, aki mindenkinek követendő példát áll. Hát Az ember, aki nem hiányzik a meccsekről, az ember, akit nem szokta kiállítani, tehát a maximális sportszerűséggel próbál játszani, és hát ami legfontosabb, hogy a klubhűség szobra úgy, hogy valaki nem ott nevelődik, hanem egy másik kontinensről érkezik fiatalon egy csapathoz, de onnantól kezdve nem tud hogy Miért nem mozdult elő soha az Interből szerinted? Hát ez egy jó kérdés, de nehéz kérdés. Megtehette volna, azt gondolom, tehát ajánlatok lettek volna bőven. Ajánlatok lettek volna, és voltak is ajánlatok, tehát tudunk is ugye konkrét ajánlatokról. Azt gondolom, hogy megérkezett egy egyszerű, egyszerű argentin legényként, és szép lassan beleélte magát a klub életébe, és utána már mozdíthatatlan volt. Tehát egy olyan legenda, ami, ami szerintem Totti-t említetted. Nagyon hát nagyon kevés, igen. Igen, nagyon-nagyon uh -huh. kevés ilyen, Maldini ugye a Milánban, nagyon kevés ilyen ö, ember létezik, vagy legenda létezik, tehát ö, és az, hogy ezer meccset védőként egy piros lappal lejátszani, az azt gondolom, hogy ö, hát ez, 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 ö, szinte képtelenség. Egyébként élőben láttam azt a meccset, amikor ö, kiállították zenét. tehát hogy egy kiállítását megélte, az is azt gondolom, hogy tehát nem reklamált, nem öt perc alatt hagyta a pályát, hanem... Leroux, és a stadion felállva tapsolta. Uh -huh. tehát, uh... Uh -huh. Hát mert azért milyen furcsa lett volna, hogy végigjátszó, úgyhogy kiállítás nélkül is. <laughs> egy, vé... egy védő, azért, azért az nem lett volna. Szép lett volna, <laughs> jogtalan volt a kiállítást tegyük hozzá. Na de... <laughs> igen. Uh, miért tud szerinted még mindig 40 fölött uh, ezen a szinten uh, játszani, és ennek akkor nézzük a fizikális meg a mentális részét is? Elképesztő, én 34 éves vagyok, de bele se tudnék hogy 40 évesen ő ezt hogy tudja csinálni, tehát elképesztő fizikálisan számomra felfoghatatlan, mentálisan pedig azt gondolom, hogy, hogy ő, ő egy olyan pluszt ad a csapatnak, vagy az egész Internek, ami, ami már most félünk, hogy mi lesz akkor, ha nem lezenek ti. Tehát az, én Inter szurkoló vagyok, mindig van. Tehát nélkül uh -huh. az Inter az én emlékezetem egyszerűen nem él. Tehát, nem tudom, elképesztő, hogy... És akkor most a félelmek a nyáron nagyok lesznek? Mert hogy nyárig tart a tavaly meghosszabbított szerződés, és vajon lehet -e tudni a klub jelenlegi helyzetében, mi lesz az edzővel, lesz-e új edző, és mi lesz vele, aki eddig állandó volt bármi is történt a kispadokon? Hát nagy a bizonytalanság ugye Mádzeri körül is, illetve Zanetti körül is, semmi sem biztos még amint látjuk, már Zeri nem nagyon játszhatja zenét itt, annak ellenére, hogy ugye most már felépült és teljes erővel rendelkezésre, ennek ellenére nem, nem játszhatja. Mi nagyon bízunk benne, hogy meghosszabbítja még a szerződését, és... Tehát van még benne egy év legalább. Én azt igaz? gondolom, hogy van még benne, tehát a szívem mindenképpen ezt mondja, az eszem pedig az, hogy valószínűleg idén be fogja fejezni a pályafutását. E egy kicsit az emberről is, mennyit tudunk meg ebből a könyvből erről a bizonyos emberről a a gyökereiről, arról, hogy hogy látja a világot. Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt egy riportkönyvben, ami különféle klubkultúrákat mutatott be, ott volt egy interes fejezet, és akkor abban a, az amerikai újságíró, aki írta, elment egy, egy interes klubestre, ahol, ahol a, a szurkolók előtt Zanetti gitározott, és Neruda verseket szavalt. Tehát azt tudjuk, hogy egyébként az a tipikus latinamerikai vallásos, és a klub hagyományozó, most valamilyen baloldali emberről beszélünk. Tehát egy társadalmilag -ról, igaz? Így igaz. Ö, gyakorlatilag a könyv van gyerekkorától kezdve, mindent megtudunk, tehát tényleg arról, hogy hol, hol nőtt fel, hogy nőtt fel, ö, milyen életet élt, hogy, hogy került az interhez, tehát tényleg mindent megtudunk róla. És igen, nagyon fontos, hogy zeneti létrehozott egy alapítványt. A Pupi Alapítványt. Pupi tig. Alapítványt, így igaz, <kül> ami ugye a szegény argentin gyerekek megsegítésére, pont ahonnan ő jött, ahonnan ő került ki, ezeket a gyerekeket segítve hogy ők is hasonló pályafutás elé nézhessenek. Nagyon ö, szép dolog ez a könyv, hogy tényleg leírja, ahogy visszatér már sztárként a, a, azokra a helyekre, ahol született, ahol iskolába járt, ö, ahogy őt fogadják, ez a könyvben minden, minden szépen le van írva. Azt is tudni róla, hogy sose volt részeg, az, hogyha nem is lenne, akkor legszívesebben gyerekekkel foglalkozna. Ugye az is ismert róla, hogy az éjjeli szekrényén Pió atyának, hát az olasz pálferinek mondhatjuk így, a, 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 fényképe van. Szóval mindezek ismeretében, ha vissza is vonul, mit fog csinálni szerinted? Marad a klub környékén? Én azt gondolom, hogy egyértelműen marad a klub környékén. Tehát ezek a plegykák, hogy Mourinho viszi a Chelseahez, és <laughs> Zanetti Tocselzénél ezt nehezen tudod elképzelni, igaz? Én Zanetti nem tudom elképzelni, tehát ö, azt gondolom, hogy ő biztos, hogy maradni fog a klubnál, és valamilyen szerepet be fog tölteni. Uh -huh. Tehát ö, valószínűleg nem edző lesz, inkább sportvezető? Én azt gondolom, hogy nem lesz edző, tehát én ebben szinte biztos vagyok, ö, sportvezető lesz én, azt gondolom. Mint halálig Inter? Hát legyen így, és akkor mindenkinek ajánljuk a könyvet, mert tényleg a mai modern labdarúgás egyik hát félben lévő emberfajtáról és nagyon jó emberfajtáról van szó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.